Az életed nem más, mint apró dolgok összessége. Amit tagadsz akkor, és amire soha nem figyelsz oda, mind azok a kicsi apró dolgok, amikből az életed legnagyobb hányada áll. Azok az apróságok, amiket korábban az életed perifériájára száműztél. Mik ezek az apróságok? Bármi. Például azok a dolgok, amiket a kezedbe veszel az életed során amiket felemelsz és odébb teszel. A körülötted levő tárgyak. A közvetlen körülötted lévő világ. A séta. A légzés. A levegő belégzése. Feltekintesz az égboltra. Nézel egy fát. Egy másik emberi lényt nézel. És közben érzékeled a mély életteliséget. Mindazon kis dolgok, amikből az életed áll. Még akkor is, ha a világ VIP minősítésben tart számon, ami valljuk be, nem sok jelentőséggel bír, hisz csak egy narratíva. És egyik jelentős eseményről a másikra mész. De minden lépés, amit közben megteszel, akár még akkor is, ha egy limuzin jön eléd, ahogy értem is néha a limuzint küldenek a szervezők, amikor előadást tartok. Nevet. Egy nagy kocsit, melyben bőven van hely hátul, ez a limuzin. Kinyújthatod a lábaid. Nevetnek. Csupa apróság. Oda sétálsz az autóhoz, lélegzel közben, aztán beszállsz, majd elhelyezkedsz. Oké. Semmi különös. Csak ülsz valahol, és lélegzel. Közben kitekintesz az ablakon. Aztán megérkezel az összejövetelre, kiszállsz a kocsiból, megteszel néhány lépést, aztán újra leülsz. Aztán elsétálsz a színpad előtt. Ezek mind apró dolgok. És még akkor is, ha te vagy a pápa, vagy egy nagy vállalat, esetleg ország elnöke, akkor is ugyanez a helyzet. Az élet az apró dolgokból áll össze. Csak figyeld meg a tárgyakkal való kapcsolatodat és ez általában elkerüli a figyelmünket, mert minden tárgyat valamilyen cél eléréséhez használunk. De ha jelenlévőbben élsz, akkor a tárgyak lehet, hogy még mindig valamilyen eszköző szolgálnak egy cél eléréséhez, de közben rövid ideig figyelemben részesíted őket. Egy olyan egyszerű mozzanat felemel a mellette levő kis asztalról egy pohár vizet mint amikor felemelsz egy poharat. Élvezet és öröm, akár csak ránézni, a pohár és a víz, és inni belőle. Iszik egy kortyot. Ahhoz, hogy ezt felismerjük, az emberek leginkább akkor ismerik ezt fel, ha egyáltalán felismerik, amikor valamilyen drogot fogyasztanak, például elesdét mert az kiélesíti az érzékszerveket és leállítja a gondolkodó elmét. És amikor ilyen állapotban először emelsz fel egy pohár vizet, felemeli a pohár vizet. Rácsodálkozol. Wow! Nevetés. Ez valami elképesztő. Egyszerűen csodálatos. El se hiszem. Nevetés és ez valóban csodálatos. Aztán iszol egy kortyot. Kortyol. És az íze valami fantasztikus. A víz. Elképesztő. Folyékony, élő. Élő és folyékony. Megint kortyol. A hallgatóság nevet. Ha, és nem, nem elesdésztem, mielőtt idejöttem. Hangos nevetés. Csak annyit teszel, hogy a legteljesebb figyelmedet adod neki a gondolkodás közbeiktatása nélkül. Csak az éberség. A háttérben pedig ott van a belső béke, az elégedettség, a körülötted lévő dolgokat pedig élettel telinek érzékeled. Amikor kezedbe veszel valamit, beleteszed a társkádba, felveszel valami mást, kicsomagolod. Klasz dolog. Kezedbe veszel egy gyümölcsöt, talán meghámozod, beleharapsz. A jelen pillanat a maga gazdagságában, amit általában figyelmen kívül szokás hagyni, mert valami sokkal jelentősebbeket keresünk. De még a legjelentősebbnek hit dolog is, mint például a Nobel-díj átvételére utazol Oszlóba, úgy tudom, hogy a béke Nobel-díj Norvégiában történik. Tehát ott állsz a hotel erkéjén, és onnan rálátsz a térre, ahol parlament is van, ha jól tudom, és itt vagy. Sikerült, gondolod. Halk nevetés. Közben meg csak állsz az erkéjen. Nézel ki a fejedből, és lélegzel. Hangos nevetés és az egészen addig így van, amíg nem az elmédben karattyoló narratíva szerint élsz, amiben teljes melszélességben hiszel. Ez pedig egy fogalmi én identitássá válik, és így szól. Én egy ilyen és ilyen nagy ember vagyok ám, aki ezt és ezt elérte. Ezt a történetet gondolod önmagadnak egy szép nagy narratíva, ami identitás érzetet ad a számodra. Egy gondolat folyam. És ezért nagyobbnak érzed magad, ahogy ott állsz azon az erkéjen. Aztán kisebbnek, értéktelenebbnek érzed magad, amint elhagyod az erkét. Vagy mondjuk popztár vagy, vagy mit is szoktak még mondani rá, rockstar. Milliók vágyakoznak arra, főleg fiatalok, hogy rockstárok legyenek és bármit megtehessenek. A rockstárok persze felnagyított verzióban tapasztalják ezt. Kiállnak a színpadra, az energia áramlik rajtuk keresztül, aztán lejönnek a színpadról, és a rajongók istenekként tekintenek rájuk. Epekednek utánuk, ó, bár csak megérinthetnélek, Remélem azért rólam nem gondolnak ilyeneket. Nevet is. Csak hadd érincselek meg, mondják a rockstároknak. A rockstárok pedig a legtöbb esetben nem igazán állnak az éberség magas fokán. Ezért egyre inkább Istennek képzelik magukat. Mert elhiszik az elméjükben futó narratívát, amit az öntudatlan emberek mentálisan gyártanak róluk, és aztán hinni kezdenek benne. Amikor pedig lejönnek a színpadról, hatalmas belső konfliktust és ellentmondást tapasztalnak magukban. Leülnek az öltözőben, vagy valahol máshol. Ki vagyok most? kérdezik maguktól. Aztán drogokat kell fogyasztaniuk, mert ilyenkor a hiány az életükben sokkal intenzívebben tér vissza, mint korábban. A hiány és a nem vagyok elég jó érzete. Úgyhogy szükségük van egy újabb löketre. Drogra vagy gesztikulál, szétverik a hotel berendezését. A rockstárok ilyeneket szoktak csinálni. Hangos nevetés. És az kicsit jobban megerősíti az én érzetüket. Tehát nagyon sok ember él valami olyanért, ami majd valamikor a jövőben fog megvalósulni. És persze lehet, hogy sikeres leszel abban, amit csinálsz. És ez jó dolog. Ám nem fogadni hosszú távon is megmaradó, végső elégedettségérzést, és azt sem tudod meg így, ki vagy valójában. Jó dolog elérni célokat, főleg ha azok mások hasznára is válnak. Az emberiség a bolygója vára. Ez remek dolog. De még ha így is áll a helyzet, ezzel sem ébredhet rá a valódi identitásodra. A videó feliratát felolvasta Korek Mária